Sziasztok harcosok, sziasztok túlélők, sziasztok ninják, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Az itt látható videók a narcisztikus kapcsolatokról szólnak, és akinek ez a téma tetszik, az iratkozzon fel. Akinek meg majd ez a videó tetszik, az adjon nekünk egy lájkot. Like Ma napló részlet, és mindig nagyon örülök, amikor napló részletet küldök be, hiszen a személyes tapasztalatok megosztása az a csoportnak a kollektív tudását mélyíti, és érezteti velünk azt, minden taggal érezteti, hogy nem vagyunk egyedül. És hogy mind minden, amit mi éreztünk, és minden tapasztalat, amin mi átmentünk, ugyanúgy átment valaki más, vagy érezte valaki más is. Ugyanazokat a dolgokat. Na, drága ninja hadsereg, ma egy nagyon érdekes napló részletet fogtok hallani. Nem egy hagyományos napló részletet, hanem ma egy napló részletet fogtok hallani egy narcisztikus fiatal ember naplójából. Köszönet Attilának, aki eljátsza a narcisztikus fiatalember szerepét ebben a hanganyagban, valamint Szandrának, aki a női szerepet játsza el, aki bemutatja azt, hogy hogy került ő hozzá ez a napló részlet. Figyeljétek a részleteket, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen érzések fognak el benneteket, amikor ezt a napló részletet halljátok. Köszönjük a társunknak, aki ezt beküldte. Ő egy hölgy, aki ezt beküldte aki az ex-naplójából idéz nekünk, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük. Ilyen különben majd még jön a jövőben is, mert mások is beküldtek napló részleteket, amelyeket sikerült valahogy a narcisztikus naplójából megszerezni. Ez az első ilyen részletünk. Na, ja, és egy addendumot még ide szúrnék. Attila direkt kéri, kéri, hogy mondjam nektek, hogy ő az igazi életben nem ilyen mint amit most ő itt eljátszik nekünk. Nagyon köszönöm Attila, nagyon köszönöm Szandra, és nagyon köszönöm a ninjáknak is, akik ehhez hozzá fognak szólni. Élvezzétek, sziasztok! Egy fiatal, narcisztikus férfi naplójából. Nárciek vallomása, vagy inkább egy beavatás a gondolatviláguk egy szegmensébe. Sokat dolgozott külföldön, így gyakran online tartottuk a kapcsolatot, ami többnyire esti telefon vagy Skype beszélgetésben történt szomatikus, narcisztikus volt, tehát a vérében volt a folyamatos hódítási kényszer. Természetesen nekem azt mondta, hogy csak én vagyok neki, mert belém szerelmes. Ma már tudom, hogy milyen önállítás volt részemről a hit, hiszen bízni akartam benne. Egyik ilyen beszélgetésünk alkalmával kértem, hogy mesélje el, írja le a hódítását, vagy ahogy ő nevezte, a vadászatot. Új zsákmány levadászásának története egy náci tollából. Szeretek vadászni. Soha nem csak a szépség fogott meg, fontos a haj, a köröm, az arc. Mindegy a súly és a magasság, legyen ápolt és legyen stílusa, érezzem, hogy ami benne van, az másban nincs. De a legfontosabb a szíve. Volt egy hosszabb 22 22 láttam a nő, idősebb 30 körüli. Kicsit tüzes nő volt, nagyon akartam. Nem volt se férje, se gyereke. Egy rendezvényen láttam meg őt, csak a nevét tudtam is, hogy táncolni jár. Egy hónapig kerestem, bejártam mindent, az egész várost, mire megtaláltam a helyet, ahova járt. Gondoltam, levadászom, de nem adta magát. Nem olyan az. fajta volt, komolyabbnak nézett ki. Ennek is örültem, főnyeremény az ilyen. Lassan közeledtem, sokat beszélgettem vele, amennyi csak lehetett. Mindig udvaroltam neki. Láttam, ha mutatom a testemet, az izmaimat, akkor visszalép, nem jött be neki. Így hát elindultam a könyvek irányába, sokat olvastam, legyen a beszélgetés intellektuális. Persze közben látogattam az exeimet is. Stílusváltás, ruhacsere, kisokos fiatal pasi, semmi macsó szöveg. Ott elkezdett kicsit gyengülni. Akkor már beindult a vadászat, randira hívtam, de nem adta meg magát. Éreztem, hogy benne lenne belül, de azt mondta, hogy ő a komoly kapcsolat híve. Szépen, lassan, apró szavakat tettem a fülébe. Tudtam már hamarosan elkezdem érdekelni. És lám ráharapott a húsira. Más stílusú ruhákat kezdett hordani, a szája is mindig ki volt festve. Éreztem izgatottságát, amikor találkoztunk, és egyre jobban engedett közeledni. Majd éreztem, hogy ez megvan. De ez így sima szex lenne. Sétáltunk, előre foglaltam asztalt, vacsoráztunk, Kellemes este volt. Első csók. Tudtam, elindult a játék. Már akkor az enyém lehetett volna, de ez még mindig csak egy unalmas szex lenne, és ebben a dőben több van. Persze csak a vadászat hajtott, hogy minél értékesebb legyen a zsákmány, ha már ennyi időt belefektettem. Tehát meg volt az első csók. Utána kérdeztem, hogy szeretnék-e felmenni hozzá és megnézni egy filmet kettesben. Közben adtam az ártatlan fiúcskát, hogy érezze, nem vagyok nőfaló, de éreztem, hogy ettől elindult benne a vágy. Másnap írt, nem írtam neki vissza, majd nem írt. Két nap múlva négy üzenet érkezett tőle, de én csak este írtam vissza, kicsit olyan semmilyen szöveget. Rögtön ráállt az agya, mit képzelek én, hogy idáig mindent megtettem, most pedig nem akarok semmit. Hívott, írt, de fékeztem. Akartam, hogy kijöjjön belőle a nő. Egy hét után mondtam neki, hogy felmennék hozzá, ha szeretné. Örült neki. Beléptem az ajtón, egyből a karjaimba omlott. Tudtam, nyertem. Megvan, zsákban van, már én irányítom. Szépen lassan hagyta egészen közel jönni hozzám, elindult benne a nő. De ez még mindig unalmas romantika lett volna, kis csók, simogatás, ez kevés nekem. Igyekeztem mindent összerakni fejben, és hamar befejezni, mint egy kezdő kisfiú. Örült, mert azt hitte ő irányít. Láttam, most azt hiszi, nyert. De mondtam, mennem kell. Volt két telefon beállítottam a mosdóban, hogy egyik hívja fel a másikat. Ott hagytam, jól felhúzva, de előtte a fülébe súgtam pár dolgot. Mit tennék vele, mennyire akarműt? De csak pici szavakat. Kérdeztem, néha nem baj, ha nézek pornót, nevetett. Semmi baj, ő is. Teljesen azt hitte irányít, mint egy kis szép fiút. Másnap megtörtént minden, amire egy férfi csak vágyhat, bármit tehettem vele. Három hónap múlva az ágyában ránéztem, mondtam, mennem kell, de végleg. Ennyi volt.